Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Mi az ő gondolata, hogyan érzi magát, mit fog tenni? Én személyesen nem érzem túl jól magamat, meg vagyok fázva, fáj a torkom is, úgyhogy ne csodálkozzatok azon, a kicsit elmegy a hangom. És most megnézzük azt, hogy mit üzennek a kártyák. Az első kérdés úgy hangzott, hogy mi az ő gondolata, mi az ő terve. Itt látható ez a kígyó. Ez jelentheti a gyógyító erőt. Jelentheti a megújulásokat. Itt van a tisztaság. De ez a kígyó lehet egy nő is. Ebben az esetben utalhat ez a virág szexuális témákra. De miért jelenik meg ez az ő gondolatában? Akar valakitől valamit, vagy úgy gondolja, hogy ez a nő szeretne vele kialakítani egy testi kapcsolatot? És hogy fog reagálni, hogy érzi magát, vagy mit fog tenni, ezt megnézzük. Itt ez a ház utalhat az otthonára, vagy a családra, szülői házra. Itt lesz csevegés, lesznek beszélgetések. Ha megjelenik itt a ház, a család, akkor ez a nő lehet a volt társnője, és közeledik hozzá, vagy jelentheti a gyógyító erőt és a tiszta gondolatokat vagy érzelmeket. Én inkább úgy mondanám a kártyák alapján, hogy valaki beteg volt a családban, ez lehet az anyukája is. Itt most megvan a jó hír, hogy minden rendbe jött, és az anyukája meggyógyult. Mit fog tenni? Itt lesz egy szerencsés fordulat. És ti megjelentek a nyilvánosságon, vagy összefuttok a nyilvánosságon, vagy felvállal téged. Az is lehet, hogy lesz itt egy meghívás, és a családja szeretne téged megismerni, lesz egy látogatás. És bizonyos dolgok akkor itt kiderülnek, lesz ez a gyógyító erő, hogy rendeződnek a dolgok, ami téged eddig betegített. Mi köt össze benneteket? Az egerek el tudnak távolítani valamit. És ha így van, akkor vannak félelmek, hogy ő fél attól, hogy elveszít téged, vagy te félsz attól, hogy te elveszíted őt. Különösen, ha itt a háttérben még megjelenik egy másik nő. Persze az egerek el tudják ezt a hölgyet távolítani, és akkor így tisztázódik valami, ami szerencsét hoz számodra. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!